futóversenyen mérték összetudásukat a katasztrófavédelem szakemberei. Idén már 14. alkalommal szerveztek megyei lépcsőfutóversenyt a Nyíregyházi Bánki Donát műszaki szakközépiskolában, hagyományosan idén is áprilisban. 5. alkalommal veszek részt ezen a versenyen. Fontosnak tartom, tehát a megméretet és a fizikai állóképességnek a úgymond ellenőrzése, és ugye a mindennapokban az éles helyzetekben ugyanígy ilyen erővel és intenzitással futunk fel a középmagas és magas épületekbe, hogy tűz esetén meg tudjuk akadályozni a tűz továbbterjedését és az életmentést. 193 lépcsőfokon szaladtak fel a versenyzők, a legjobb eredmény csapatkategóriában 40 másodperc körüli idő volt, egyéni kategóriában az átlag 40-45 másodperc. A gyorsaságot nehezítette, hogy közel 30 kg-os felszereléssel tették meg a távot a hivatásos és önkéntes tűzoltók. Nem teljes felszereléssel hajtják végre, de közel teljessel, így lehet mondani inkább. Nyilván a tűzoltó védőfelszereléseket magunkon kell viselni, csupán a kámzsa és az úgynevezett mászövet, deréken elhelyezett mászövet nem kérjük számon tőlük. Ugyanakkor rajtuk van az a légzőkészülék, amely acélból készült és meglehetősen komoly súlyt képvisel. Összességében elérheti a 30 kilót is így a két dolog összessége. Idén körülbelül 60 versenyző futott, több önkéntes csapat, valamint hivatásos tűzoltók is részt vettek a megmérettetésen. A lépcsőfutásra két csapat Romániából érkezett.